Köszöntöm nézőinket! Újabb röntgengéppel, több ultrahang, valamint diametriás és ergometriás készülékkel is gazdagodik hamarosan a Várpalotai Szent Donát Kórház. A beruházás mintegy 218 millió forint állami támogatásból valósul meg. A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése elnevezésű EFO pályázat célja a keringési, mozgásszervi és mentális betegségek megelőzése, visszaszorítása, valamint az egészséges táplálkozás népszerűsítése. A részleteket Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, és Campanári Talabér Márta, Várpalota polgármestere jelenlétében dr. Udut Árpád, orvosigazgató ismertette. Újabb orvostechnikai eszközökkel gazdagodik a Várpalotai Szent Donát Kórház, jelentette be dr. Udut Árpád orvosigazgató. Elmondta, a fejlesztésben érintett szakterületek ezúttal a radiológia, a nőgyógyászat, a diabetológia, a kardiológia és a sebészet lesznek. Mintegy 218 millió forint állami támogatásból többek között egy újabb röntgengépet, nőgyógyászati, hasi és szívultrahang készüléket, új diatermiás, valamint ergometriás készüléket is vásárol a kórház. A beruházás részeként a szakrendelések informatikai fejlesztése is megtörténik. Nyilvánvaló, hogy ezek a fejlesztések nagyban javítják a várpalotai lakos és kistérsége ellátását, mivel a régi készülékek már elég elavultak, hogy a csere az megérett. Nagyon fontos, hogy az aktív ellátás hiányában a járóbeteg szakellátást minél magasabb színvonalon lehessen ellátni Várpalotán és a térségben, emelte ki Campanári Talabér Márta polgármester hozzátéve, ez szolgálja az elavult eszközök és berendezések lecserélését célzó járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése elnevezésű jelenlegi EFOP pályázat is. Nagyon örülünk, hogy egy hónappal azután, hogy átadtuk a járóbeteg szakellátást szolgáló egy 60 millió forint értékű röntgenkészüléket. Újabb értesítést kapott a városunk, hogy 218 millió forint értékben tovább fejleszthető az az eszközpark, ami a Várpalotaiakat, illetve a kistérségben élőket fogja szolgálni. Az egészség a legfontosabb személyes érték, különösen most a járvány idején, hangsúlyozta Kontrát Károly. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a magyar kormány által nyújtott támogatásnak köszönhetően a Várpalotai Kórházban új, korszerű, jó minőségű orvostechnikai eszközök állnak majd a rendelkezésre a pontos diagnózisok felállításához. Hozzátette, bízik abban, hogy a helyi járóbeteg szakellátást célzó fejlesztések a jövőben is tovább folytatódnak. Ünnepélyes keretek között adták át a Várkerti Általános Iskolában újonnan kialakított mászófalat a téli szünet előtt. A tanintézmény a 2021-2022-es tanévben egy tornatermi komplexum megépítését célozta meg, melynek érdekében a Falra fel szlogán jegyében rendezvénysorozatot is indítottak a tanintézményben. Sok éves tervezgetés után megvalósulhatott a Várkerti Általános Iskola közösségének nagy álma, megépülhetett egy tornatermi mászófal. Már régóta fentük a fogunkat egy mászófalra, mert a tornaterem adottságaiért remekül megfelelnek. Egyetlen egy nagy probléma volt vele, hogy sokba kerül. És a tavalyi évben még negyedik ások voltak azok, akik most ötödik ások, ők egy kindersport vetélkedőn vettek részt, és ott nyertek 600 ezer forintot. És ez a kindersport program lehetővé tette, hogy ezt a mászófalra fordítsuk, és akkor mi nagyon boldogok voltunk, hogy 600 ezer forintból majd nagyon jó kis mászófalunk lesz. Na aztán közben nem kell arról sokat beszélni, hogy mennyire szálltak el az árak, úgyhogy ez a 600 ezer forint ez nem lett volna elég arra, hogy egy ilyen szép kis mászófalat hozzunk össze. Összesen 2,5 millió forintra volt szükség ahhoz, hogy a mögöttem lévő egy szerintem egy 8-10 méter szélességű, 2,5 méter magas falat összehozzuk.
Idén a falra felszlogen jegyében szervezte rendezvényeit és közösségi programjait a Várkerti Általános Iskola, a jelmondattal, illetve az e köré csoportosuló eseményekkel is a tornatermi mászófal megvalósítását célozták meg. Vancsek Ferenc, az Ökomunkaközösség vezetője az ünnepélyes átadón hangsúlyozta, példaértékű volt az összefogás az akció körül. Várkerti közössége a szülőkkel, a gyerekekkel, a kollégákkal együtt szinte egyebberként összeállt és tette a dolgát. Ehhez jött még sok külső támogató is. Tulajdonképpen támogatónak mondhatjuk a Fitten Várpalotáért Egyesületet is, hiszen ők hirdettek meg a helyi félmaratoni futóversenyükön egy olyan pályázatot, amit mi megnyertünk, tehát nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ezt lehetővé tették. Ezen kívül a hulladékgyűjtésből folyt be jelentős összeg. Az Olyama Karate Alapítvány is támogatta a kezdeményezésünket, hiszen tartunk itt foglalkozásokat is, és még néhány vállalkozó természetesen segített, úgyhogy köszönjük szépen nekik. Az ünnepélyes eseményen egy-egy falra felszlogenes pólóval köszönte meg a tanintézmény a támogatást Campanári Talabér Márta a polgármesternek, a Fitten Várpalotáért Egyesületnek, Kis Gergelynek, valamint az Olyama Karate Alapítványnak. Az átadón az 5. K-osztály tanulói bemutatták a mászófal élménygazdag használatát. A létesítmény számtalan felhasználási lehetőséget hordoz magában, emellett pedig fejleszti a mozgáskoordinációt, valamint a kooperációt is.